Képek a tavalyi erfurti versenyről, amelyen több mint 120 nemzeti és junior válogatott, közétkeztetési és regionális csapat, közel 2000 versenyzője indult. A minősítés a bor minősítéséhez hasonló, vagyis a kategóriákon belül több arany, ezüst, illetve bronzérmet is kiosztottak a versenyzőknek és a versenymunkáknak. A magyar csapat által készített ételeket a szombati mestervacsorán is megkóstolhatták az ínyencek. A menüben többek között céklás kacsagolyó, bazsalikomos spagetti, borjú bríz, tojásos galuska, nyúl, lazac, kék sajt, polip és érlelt sonka, illetve különleges desszert csodák is szerepeltek. A Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a magyarok nagyon jól szerepeltek Erfurtban, és a sikerekre való tekintettel választották a mestervacsora témájául a tavalyi kulináris olimpiát. Erfurton már túl vagyunk, most a következő világversenyre fogunk majd készülni, amely Luxemburgban van 2018-ban. Nagy valószínűséggel a kollégák azért választották ezt, hogy Erfurt jegyében van, ugyanis ebben az évben nagyon-nagyon szép nyerési lehetőségekkel jöttek haza, illetve nem csak a lehetőségeket hozták haza magukkal a kollégák, hanem volt itt arany, volt itt bronz, volt itt diploma, volt itt ezüst, és hogyha országosan nézem, akkor nagyon-nagyon jól szerepeltek a magyar szakácsok az erfurti kulináris olimpián, de amire készülünk, az 2018 Luxemburg, és ott is az egyik legnagyobb világverseny, ahol 2200 séf, és ebből naponta 800 egyéni kiállító versenyez, azért, hogy ő legyen a világ legjobbja. Káposztalapról egy kis kaviár mellette, egy kis Ezzel az ételkompozícióval csináltak kedvet a séfek a menüsor további fogásaihoz, amelyeket folyamatosan szolgáltak fel a pincérek, így az ételek tálalása sok munkát adott a szakácsoknak és a cukrászoknak. A tányérdesszert a trópusok zamata és az asztékok aranya fantázia nevet viselte, elkészítését pedig az Erfurtban a cukrászati artisztika kategóriában aranyérmet szerzett Máté Szalkai, Szabó Sándor mestercukrászra bízták. A mi feladatunk a tányérdesszertnek az elkészítése, alkalmazkodunk mindig ahhoz a menüsorhoz, amit a szakácsok összeállítanak, illetve egy ilyen mestervacsorásnél fontos az, hogy két alkotó elem nem lehet benne, úgyhogy amit a szakácsok igazán nem használnak fel alapanyagot, mi abból készítjük hasonló stílusba, most egy mediterrán stílus választottunk a tányérdesszertünk elkészítéséhez. Hát itt a chia mag, a különböző passió gyümölcsökön át 10 alkotó eleme van, egy madulás felvert, mint egy nagyon szép. A mestervacsorán az ételek mellett az italoknak is fontos szerep jutott. A pincérek a legfinomabb koktélokat, kék frankos borokat, tokai furmintot és különleges ízesítésű pálinkákat szolgáltak fel az este folyamán.